Sziasztok, itt Szindák vagy Headquarters, és visszatértünk természetesen megint a Pokémon Light Platinum végigjátszással, és előző részben ott hagytuk abba, hogy Godzilla 66-os, Moby Dick 63, Boinsky 64, Floor 64, Darwin 64, és Drifblim 39. És ez már kezd kicsit kevés lenni sajnos, szóval valamikor, nem sokára már, tényleg szinte ez nem kéne egyet. Viszont... Floor to the flight. Tehát itt vagyunk be a másik régióba, és ideig nem tudunk repülgetni. Ami nagyon idegesítő, de mondjuk itt még nem voltunk. Itt akkor még ezek szerint nem mentünk be a Pocket Centerbe, vagy én nem tudom. De a lényeg, hogy ebben a városban vagyunk, és itt most egy kört tervezünk menni, és azt tudjuk, hogy itt lenyomtuk azt a tornyot, azt végig. És itt nincsen izé, Pocket Center, vagy mi van? Ja, de itt volt. Tehát itt voltunk bent, na. Na, most már elvileg tudnánk ide repülni, vagy azért nem, mert most épp itt vagyunk, de... Lenyomjuk a gymet, ahonnan Silver jön ki! Egyből, és egyből csatázni is akar ellenünk, és Charizarddal kezd, ami... Hát nekünk nagyon könnyű. Úgy van. És utána Feraligatr a következő Pokémonja, akire Darwin behozzuk 10-ből 10-szer, és látjuk, hogy 3 szinten erősebb nálunk. Szerencsére nekünk amúgy elég gyors kis Pokémonjaink vannak, nyilvánvalóan sokkal táposabbak is. És Aggron az utolsó Pokémonja, akire Boinskyt hozzuk be. Ja, és ez is full nagy szinten van. De a Flamethrower eléggé jól megüt, és a Double Edge meg engem nem üt meg. Annyira, szóval legyőztük Silvert, és ezt így köszönjük neki. Ugye innentől kezdve azt tudjuk, hogy nem Nuzlocke, meg nem Ends Quest ez az egész. Tehát megint megmutatom, hogy mi van itt. Ugyanis, hogyha valamit akartok, hogy rakjunk be, az természetesen innentől kezdve folyamatosan jelezhetitek a komment szekcióban. Ugye Yonchi meg Ramen azért van megtartva, mert HM szlévek. Mármint, hogy van rajtuk HM, és ezért be is rakom ide őket. És ugye Jewel-t őt nem lenne muszáj megtartani, csak az van, hogy ő így nem megy el, annyira szeret minket. De akár innentől kezdve őket is berakhatom a csapatba, ha esetleg valami kéne, de tényleg mondjátok, és természetesen bekerül a csapatba. Oké, ne felejtsük el viszont a hírelést, és akkor tényleg nyomjuk le ezt a gymet. Ugye már 3 gymet lenyomtunk ebbe a régióba, vagy 2 biztos. Osaka City Gym, harcos Pokémonokat használ, szóval... Elsőre beteszem Floort, mert neki van Fly-ja. Újja, ez az Endure, ez nem lesz jó, de hát már a második körbe ütött be, és így nem sok esélye volt. A Detector megvédi magát az első körbe, de a második körbe beütött. Már csak a következő, és hát 52-es szinten van. Tehát nincs nagyon értelme mást. Úgyhogy nincs nagyon értelme pozarolni a Flyt. De hát van satolja a Flyt teljesen, az őket, szóval... Maguk a gymek azok könnyűek. A tréner csaták nehezek. Nézzük Polivret, Fly a legjobb mozdulatom jelenleg. Nézzük milyen Hitmonchan, jó van, jó lesz a Fly. Ő már 52-es azért, és a Detector megvédte magát. Hát, hihetetlen van. Detector megint megvédted magadat, de az Outrage-re már nem nagyon tudtál készülni. Hitmonlee a következő, bemaradok, szerintem az Outrage az nagyon megüti, úgy is van. Nem kellett sokat pazarolni rá.
És van még. Hát ez nagyon feszel. Itt mondtok? Intimidate-tel, láva szörf ellen, viszont szerintem nem fog tudni mit kezdeni, ahogy igaz, ami is lett. És Heracross a következő, most Heracrossra, igazából jó Bonski is, nem akarok PP-t veszteni, és akkor ezért lecserélem. Hú, de hogy túléli? És a Reversal az komoly támadás, mert eléggé alacsonyban volt már a HP-ja, ezt így örülhetünk neki, hogy nem veszítettük el. Na! Vagy itt sem, bár... Úha! Hát itt a High Jump Kick az... nagyon bemisszelt. Behozom Moby Dicket most, mert hogyha gyorsabb vagyok, akkor ez a Water Spout nagyon beüt, de meg is védte magát. De utána kipusztított őt a Water Spout, és ugyanez vonatkozik Hitmonlee-re is, aminek még gyengébb a védelme. Moby Dick jó ez a Water Spout, tényleg arra jó, hogy bejön max HP-val frissen a csatába, és egyszerűen valamit olyan Lucy, Kosaka City Gymnek a vezetője, és köszöntelek is itt. Én vagyok itt a vezető, és harcos típusú pokémonokat használok a csatában. Köszönjük, minden infót elmondtál magadról. 66-as szintű, tehát itt talán ez lesz az első komoly csata, ennek ellenére vansatoltam a Polivretet. És jön Lucario, és Lucarióra behozom Bonskit, mert... acéltípus is, és nagyon jól is hatott ez rá. Meccsemre visszahozom Floort, és tessék flyolni, cross chop misszel, és a flyba egyből belehal. Hát nagyon gyengére vannak meccsemre, le is nyomtuk Lucid a Reavert, és megszereztük az erő jelvényt. Na most már az erő velünk van. Kérdés, hogy Cyndaquil velünk lesz-e, és az Ice Smash támadást. Hú, hogyha ezt tudta a meccsempje, akkor az a Dragonite-ot azt megölte volna. Hogyha ezt tényleg így valójában tudta a meccsem. De ez egyenlőre eléggé könnyen ment. Jaj, nem áll! Jaj, nem úgy ide akartam jönni. Nagyon, itt a lehető legirritálóbb helyeken vannak. Jó van, sikerült befolyjak elé. És akkor híleljük a Pokémonjunkat, és akkor haladunk tovább, mivel szerintem én ezt a kört előbb meg akarom tenni, ami itt látszódik. Ezért éjszaknak fogok tartani. Ja, éjszaknak menni mindig jó. Hát mondjuk nem tudom miért láva szörföltem rá, de fene se tudja. Scrafty. Jó lesz a fly. Úgy van. 66-os szintű már Floor. Drifblim pedig megtanulja az Explosion-t. És szerintem maradok ezeknél a mozdulatoknál, ez így vicces. Super potiát, ez nagyon kell. Na és akkor itt például elkaphatunk egy Pokémont esetleg. Lava Surf az megpusztítja, úgy van. Minectric a következő Pokémon, arra behozom Godzillát. És Godzilla Earthquake-kel. El kell, hogy intézze. Úgy van. Oké, szóval ezt én nem tudom, hogy mivel tudom elpusztítani. Ezért következtetésképp nem tudok erre jönni. De azért megnézem, hogy milyen Pokémon van itt. Snorlax-óka! Na, ha túlél egy Waterfall-t, akkor elkapom. Oha, bőven túléli bármár. Leftovers van nála így instantban. Az komoly. Na. És akkor eljutottunk oda. Ez pont olyan HP range, amit én akarok. Dobok rá egy ultralabdát, ezt akkor meg is lesz. Úgy van, megvan Snorlax. Hogy nevezzük el? Na igen, ez a nagy kérdés. Hm.
Oké. Elneveszem. Zsír. Fekának. Zsírfekát berakhatjuk a csapatba, hogyha akarjátok, de akkor nyilvánvalóan mondjátok is meg, hogy ki helyére. Ha esetleg tényleg úgy döntötök, hogy legyen bent. Szóval éjszakra nem tudunk menni, ez sajnálatos, akkor... Pedig én arra akartam. Ah, Istenem, hogy nem lehet ezt megkerülni. Akkor megyünk az 509-es úton, jobb kéz fele. Itt Laxiót lehet. Ha esetleg valakit érdekel. Az a... attól félek, hogy itt se lehet majd tovább menni. Kamerátra... Hát ez nagyon jó coverage mozdulataim voltak erre a trénerre. Na igen, hát ezeket se tudom odébb nyomni. Ezeket a köveket se tudom odébb nyomni, szóval egy dologra gondolok itt most, és az az, hogy oké, hogy ezeket lenyomtam, de visszarepülök ide, Skyner City-ben, és onnan nem jövök át ebbe a városba, mert innen se észak, hát délre lehet, hogy tudnék, de szerintem arra az erdőre is kell valami, emiatt itt éjszakra fogok menni. És úgy csinálom meg azt a kört. Szerintem az a szabályos sorrend amúgy is. És akkor itt ugye azt tudjátok, hogy be kell kapcsolni a Pest. És most például az nagyon igen, Infernépen repülünk. Infernépen. Szóval ez nagyon komoly. Ez micsoda? Landy? Landing Town. Oké, ők megint elmennek Kosszakába, ezt már előzőben is elküldtük őket. Ah, leszállok. De itt mi éjszakra nyomulunk, az 511-es úton. És erre még nem voltunk tényleg, szóval most jó lesz. Aj! Svelo, akit itt el lehet kapni, egész jó kis Pokémon. A Furistor viszont a legjobb Pokémon, amit itt találhatunk. Vaniri nem. Egy Pokémon Ranger. Lupinival. Itt ez még nem harcos, gondolom. Szóval két lábaszörfel elintéztük. Electabuzz a következő, arra Godzillát hozom be. És ha próbálom Godzillával végignyírni őt. Pöragli az, arra bármi maradhat. Starmie arra is maradhat Godzilla, mert tudja a Crunchot. És az már satolja. Persze, tök jó. Na, azon a kövön nagyon durván átmentem, és nem igaz, hogy erre se tudok jönni. Hát ez hihetetlen. Ice Smash. Akkor ez se volt a legjobb ötlet. Nem ezt akartam. És
És ide nem tudok elrepülni. Akkor itt éjszakra se tudok ülni, akkor tényleg csak maradt az, hogy délre mi elmegyünk Osaka City-ből. Mert itt át tudunk szörfölni ezen a tavon. És akkor Osaka City-ből délre fele. Ami furcsa sorrend, de hát ez van. Ultralabda. Akkor erre megyünk. Nekem mindegy. Tényleg teljesen mindegy, hogy hol nyomok le mindenkit. Mach Punch így is úgyis gyorsabb, tökéletes. Ilyen 33, amit így nem tudok, hogy mi. Így hirtelen, de biztos jó. Ninjask, a következő Pokémon Boonskit hozom be. És fejlődjön egy kicsikét. Flintrover. A paralízis fenébe. Swerve Dance, úha, micsoda, hogy boostol ez a Ninjask. Para. Na, és akkor itt lehet tűz Pokémonokat elkapni. Azt mondták. Ebbe a Flamerny Woods, vagy mi az Isten. Moneferno. Moby Dick, gyere csak be. Surf. Nézzük, akkor itt az első Encounter, akivel találkozunk, egy Stanky, ami nem tűz Pokémon. Második Mogmar, na az már tűz Pokémon. Egész komoly kis Encounterek vannak, Firestone-t is találtunk, Burn Hill, amit nem tudunk felszedni, mert... meg ad nekünk egy Larvestát. Hát, most majd mindjárt felszedjük akkor. Firestone-ból már van kettő. Burnhill amúgy annyira nem kell. De ezért a Larvestáért eljövünk. Mert ez eléggé komoly dolog. De Vanshard, azt a Growly, az is Vanshard lesz. Esélytelen, nem tudnak mit kezdeni. A sárkol viszont az jó jönne. Bár annyira az se fontos. Flóra már úgyis más. Azt se láttam milyen, de... Flór tuti jó mozdulatokat tud rá. Super poti az kell. Áj, nem igaz. Vulpix. Nice. 67-es szintre fölnyomjuk a rész végére. Jaj, pörr! Végre találkoztunk, nagyon sokat edzettem, és készen állok arra, hogy teszteljem magamat ellene. Hát, jó van. Oké. Okay. Ez a Baniri, ez nagyon feladja a leckét, meg is öltem. Ez a következő egy Vénuszaur. Először egy lávaszörföt intézzünk neki. Annak úgy megörült, kövi lávaszörfbe belehalt, és ott van a 67-es szint. És Szeptál az utolsó. Hú, hát nagyon gyenge csapatod van. Nem dicsérem, de puf. Ennyi volt. Út, Flamerny City. Akkor ez a következő város, ahova nekünk jönni kell.
Mont Vulkán. A Vulkán hegy. Ő meg Mogbit adja nekünk. Szóval ezekért mindenféleképpen vissza kéne fogyni. Oké. Most szétnézek ebbe a városba és visszafolyok Mondikért. Azt úgy fogom csinálni, hogy most kiteszek két Pokémont. Kiteszem Drifblimet. Már 46-os szintű, úristenem. Kitettem Drifblimet, és kiteszem... Darwint egyenlőre. Azért, hogy elmenjek azért a kettő Pokémonért, ami az egyik az itt van, nem itt. Itt. Mogby. Nem itt volt. Ez melyik? Hó. Ja, ez adta, igen. Persze kell ez a Mogby. És... Lorvesta is nagyon kell, persze. Na, ezek közül is megmondhatjátok, hogy ki legyen benne a csapatban. Nyilvánvalóan ezeket is, ha gondoljátok, berakom a teambe. De most egyelőre a Pokémon Center berakom be. Tehát... Mogby az első Pokémon, akit ma kaptunk. Lorvest a másik, de 10-es szinten van, ami nagyon kevés. A Drifblimet is nagyon nehéz húzni. Jól van. Akkor még szétnézzünk ebbe a városba. Van itt ez, mi ez? Pokéball Factory? Ez fontos lehet. Zebstrákát Lompentért, tehát a Lompent az valószínűleg tart valami izét, és Chandelure lesz belőle, bár amúgy ő Shiny Stone-nal alakul, de lehet, hogy itt ebben a játékban nem, nincsen Shiny Stone. Oké. Ő beszélt egy kicsit a Mont Vulkánról. Ide bele tudunk menni. Hot Spring. Nem. Forró tavasz. Oké, az Aeron, az így... Itt áll a gym előtt, szóval a gymbe nem tudunk bemenni. Meg van egy Pokémart, meg itt akkor ez. A Pokéball Factory. Aha! És akkor itt különféle Pokémonokat tudunk, Pokélabdákat tudunk venni, és itt... Istenem! Komolyan veszik a munkájukat, azt mondja. Egész nap Pokémonokat kap el, ez a munkája. Az nagyon jó. Jó, ez megint nagyon hasznos dolog volt bejönni. Akkor következő részben szerintem innen kell folytatni. Ide nem tudunk bemenni a Mont Vulkánra, és... Nem tudunk bemenni a gymbe se, az érdekes. Nem baj, következő részben innen fogjuk folytatni, ebből a városból. Addig is színekül, és ez erő legyen veletek, sziasztok!